Fontosnak tartod a partizán munkáját? Eleged van a kormányzati propagandából. Szeretnéd, hogy továbbra is alapos, kritikus és színvonalas videókat, illetve podcasteket készítsünk? Akkor támogasd most a Partizán Alapítványt adó 1%-ával. Minden infót megtalálsz az sja 1partizanmediahu oldalon. Mert tudod, kérdések nélkül nincs változás. Köszöntöm hallgatóinkat, sziasztok! Ez itt a készletlen podcast ötödik adása. A mai vendégem Törlei Kata, a tanítani mozgalom egyik alapítója, illetve vezető arca aktivistája lesz majd. Ebben a podcastban olyan vendégeket hívok el, akikre készletlenül is képes vagyok számtalan kérdés megfogalmazni, és akikkel készületlenül is képes lennék órákon keresztül beszélgetni, most ez fog következni majd. Ha ezt a podcastot, a podcast platformunk valamelyikén hallgatod, akkor csak jelezném, hogyha előfizetsz a Patreonon keresztül a Partizánra, akkor már a megjelenés előtt kettő héttel lehetőséged van meghallgatni ezeket a podcastokat, tehát hogyha szeretnéd korábban, mint a többiek készhez kapni a legjobb adásokat, akkor érdemes előfizetni a Partizánra. Csak most fordulok a vendégemhez. Szia Kata, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Szia Marci. Igazából nagyon vicces, azon gondolkoztam, hogy mi... Szerintem 2016 óta ismerjük egymást, tehát nagyjából amikor a tanítanék indult, akkor találkoztunk először. Hát sőt, talán már egy-két évvel hamarabb is, a krétakörös ügyek kapcsán. Volt már olyan érintkezésünk is? Szerintem igen, de akkor még csak úgy, hát össze-össze futottunk itt-ott. Ennyi. De de komolyabban én is úgy emlékszem, hogy 2016 óta. És ugye voltál már vendég többször is adásban, de igazából így veled személyes interjút még egyszer sem csináltam. Nem. Nem akarom feltétlenül a kezdeni az életet történetének a felfejtését, de szerintem ez egy fontos kérdés, és talán még kevésbé került elő rólad a nyilvánosságban, hogy végsősor egyébként tanárnak miért mentél, és mikor mentél, hogyha jól sejtem, ez valamikor a rendszerváltása tehető. Tehát, hogy fölteszem, hogy lehettek benned olyan típusú ambíciók, vagy esetleg vágyak, hogy itt most egy új korszaka indult el az országnak, és hogy ebbe te valamilyen módon tanárként, tanítóként szeretnél szerepet vállalni, mi történt, és miért hoztad ezt a döntést? Hát ez bizony egyáltalán nem így volt. <laughs> egyáltalán nem így volt. Én 92-ben szereztem meg a tanárszakos diplomámat egyébként, akkor még nem vált külön a, a bölcsész diploma és a tanári diploma. Pécsen ö, lettem francia nyelv és irodalom szakos tanár. Ö, és Ugyan volt már egy pici tanítási ö, tapasztalatom, nem csak a kötelező gyakorlat miatt, hanem ö, ott az ormánságban, egy magyar Mecske nevű településen ö, egy rövid ideig ö, tanítottam gyerekeknek ö, franciát, ö, még egyetemistakoromban. Tehát ez volt egy, egy furcsa élményem, ö, egy meglehetősen ö, vegyes közegben, ö, sok ö, roma telep között működő ö, iskola volt ez. Ö, majd utána, amikor lediptolómáztam, akkor a, az egyetemen a, a, a tanszékvezető azt javasolt, hogy maradjak ott a tanszéken, tehát két évig dolgoztam ott tanársegédként a, a francia tanszéken, de ott nagyon kényelmetlenül éreztem magam, mert azt éreztem 23 évesen, hogy az teljes abszurdum, hogy én ö, egyetemi órákat tartsak ö, velem egy idős vagy nálam néha idősebb embereknek, nem éreztem magam erre felkészülve, és. Mi meg? Hát azt éreztem, hogy kevés vagyok, nem tudok még eleget. Tehát, hogy. hogy ö, Nyilván meg tudok csinálni egy jó leíró nyelvtanórát, nagyon sok leíró nyelvtan tanítottam ott, meg nyelvgyakorlatot, illetve voltak irodalmi kurzusaim is, hogy ezeket meg tudom csinálni, de hogy valószínűleg a felszínen vagyok, és nincs meg mögötte az a mélysége a tudásnak, ami, amit én viszont mondjuk egy egyetemi oktatótól elvártam volna. Tehát én nem feleltem meg. Magam előtt annak a képnek, amit én szerettem volna elvárni egy egyetemi oktatótól és hát nem volt nem voltak tudományos ambícióim sem. Tehát én nem akartam kutató lenni, és nem akartam elkezdeni doktori írni, nem, nem érdekelt különösebben, úgyhogy ez egy két éves kaland volt, egyébként nagyon jól éreztem ott magam, a barátaimnak tartottam órát, majd utána közös albérletben laktunk, és én főztem nekik, tehát hogy egy ilyen vidám, vicces, fiatal élet volt, és akkor utána visszajöttem, visszaköltöztem teljesen Budapestre, és, és egy jó pár évig ö, egyáltalán nem foglalkoztam tanítással, hanem fordítottam és tolmácsoltam. Ez hánytól hányig tartott? Ez 94-95-től 99-ig. És Miket köz... fordítottál? Hát mindent, ilyen üzleti. Adalmat, vagy? Ne, nem, nem, nem üzleti fordítások voltak ezek, ö, kollektív szerződések, építészeti szövegek, ö, gázipari szövegek, minden. És akkor ez, az, az volt a tapasztalatom, hogy hogy valójában mindent le lehet fordítani, még olyan szövegeket is, amiket az ember nem ért ö, akár magyarul vagy franciául sem, de van ennek egy technikája és, és ö, meg lehet csinálni. De hát egy idő után, um, szóval azért folyamatosan napi 10-12 órában olyan szövegekkel foglalkozni, amihez az embernek semmi köze nincsen, az... Um, borzasztóan unalmas, szóval úgy kívül kerültem a saját életemen, miközben azt hiszem, hogy életemben akkor kerestem a legjobban, tehát hogy akkor még viszonylag jól nem. jól lehetett keresni a tolmácsolással főleg, de a fordítással is. És akkor még egy ö, körülmény jött, ami aztán egyre közelebb vitt ahhoz, hogy, hogy ö, elkezdjek tanítani, az az, hogy 97-ben megszületett a lányom, ö, és akkor onnantól kezdve nem, nem vállaltam már ö, nem fordításokat, tolmácsolásokat, mert az olyan volt, hogy azt mondták, hogy holnap után utazzak el négy napra, akárhova. Én nekem meg ott volt a, a, a kislányom, és én vele akartam lenni. Tehát akkor még fordítottam tovább, ö, de már tolmácsolásokat nem vállaltam, vagy csak nagyon ritkán. És amikor a sári a lányom ö, két éves lett, akkor. Jött az a véletlen megkeresés, ami aztán azt hozta, hogy én azóta is tanítottam. pedig az, hogy a volt iskolámból megkeresett a volt francia tanárom, és megkérdezte, hogy nem tudnék-e beugrani egy olyan kolléganő helyére, aki éppen szülési szabadságra ment összesen hat órát kellett átvennem egy végzős osztályban francia civilizációt a két tanyelvű tagozaton, és akkor gondoltam, hogy persze hát ennyi belefér, hát megpróbálom, miért is ne. Tehát igazából tök véletlen volt, hogy én elkezdtem tanítani, tehát hogy így volt rá időm, volt rá kedvem, annyi időre otthon tudtam hagyni a, a a lányomat is az anyukáméknál, szóval, hogy ez megoldható volt, és akkor így 99-ben kezdtem el a kölcseiben tanítani. És aztán ott ragadtam, egyre nőttek az óraszámaim, egyre több mindent vállaltam el, nyilván egyre többet tanultam is arról, hogy ezt hogy kéne csinálni, hogy hogy jó az ember óratartás közben, meg hogy jó az ember a a gyerekekkel, de hát ez nem, nem volt rögtön az elejétől egy evidencia, sem az, hogy ott fogok maradni, sem az, hogy, hogy ennyire meg fogom szeretni. Tehát, hogy ez egy tanulási folyamat volt, és akkor végül is az történt, hogy onnantól én ott is maradtam a kölcseiben, közben volt megint egy szünet, mert született egy másik gyerekem is, vele otthon maradtam egy, egy ideig, de azóta hát szeptember végéig, 22. szeptember végéig a költségben voltam foglalkoztatott tanár. Erről is beszélni nyilvánvalóan, de még egy kicsit hat még vissza az időkerekét. Miért a francia nyelv? Azt hiszem, hogy ez is rajtam kívül áll, bár aztán nagyon bejött, és és nagyon jól megtanultam, és nagyon de gyakorlatilag úgy használom a franciát, ahogy majdnem, ahogy a, a magyart, tehát hogy nagy biztonsággal mozgok benne. Az anyukám volt rettenetesen frankofil. Az anyukám vegyész, vegyészként dolgozott, és és valamikor tanult franciát, és ugyan nem volt kifejezett nyelvtehetség, de, de nagyon szerette ezt a nyelvet, és aztán voltak is francia kapcsolatai így a, a kutatásai, meg az egyetemi munkája kapcsán, és, és ő szerette volna azt, hogy én tanuljak franciául, meg hogy a gyerekeit, a tesómék is tanultak franciául, és akkor így Találta meg nekem, meg javasolta nekem a költséggimnáziumot, ahol akkoriban még nem volt két tannyelvű tagozat, amikor én elkezdtem oda járni, 84-ben kezdtem a Gimit, de egy nagyon erős francia tagozat működött, és abba oda, oda felvettek, és hát onnantól viszont egész elképesztő szerencsém volt a francia tanáraimmal. Először tanított az a tanárnő, aki aztán vissza is hívott oda dolgozni. Ő egy évig tanított elsőben, és óriási hatással volt rám mindenféle szempontból, nem csak a francia nyelv miatt, hanem, hanem azt hiszem, hogy ő nagyon sok szempontból felszabadított engem. Én egy ilyen coffos, jó kislányként kerültem be a, a gimnáziumba, Hoztam a, az anyukám féle nagyon fegyelmezett ö, ízlést és polgári ö, viselkedést, és, ö, és ez a tanárnőm, ő viszont meglehetősen extravagáns volt, és ez nekem egy felébredés volt. Tehát megtanultam, hogy megengedhetem magamnak, hogy hogy olyan dolgok tessenek nekem, amik esetleg nincsenek kanonizálva, tehát hogy én fölvehessek piros szint narancsárgával, hogyha azt tetszik, hogy hogy nem muszáj igazodnom. Tehát, hogy ő egy, ő egy felszabadító ember volt az én életemben, és utána a további években is fantasztikus tanárok tanítottak franciára. Tehát így a francia nyelvet én, én, egy nagyon magas szinten megtanultam már a, a gimnáziumba, és akkor onnan nagyjából adódott, hogy, hogy egyetemen is azt tanuljam. A francia kultúrák melyik része fogott meg a legjobban? Irodalom, zene, film? A film az nagyon, már, már gimnazista koromban, Uh, Rendezők a, a, Az új hullámos filmekért rajongtam akkoriban, godárért és Tru Truffautért, és uh, egyébként ezt meg is tartottam valamennyire, tehát amikor a, a, a gimnáziumban, a két tanjelvűben van úgynevezett francia civilizációra, és ott uh, uh, szabadon választhatok művészeti ágak közül, és ott például uh, a az új hullámból szoktam volt mutatni a tanítványaimnak filmet, még akkor is, hogyha ez nekik most már nagyon nehéz nézni, egy másik ritmus és egy másik uh, uh, vizuális um, megközelítés, de, de elég jól uh, közel lehet azért uh, vinni hozzájuk, hogyha, hogyha jól uh, kitalálja az ember. Uh, de hát az irodalom is. Igen, és, és ami nagyon érdekes volt az, hogy én ugye Pécsre jártam egyetemre, és ott nem annyira a klasszikus francia irodalmon és nyelvtörténeten volt a hangsúly, hanem az úgynevezett frankofónián, tehát sokkal nagyobb kitekintést kaptunk ott a francia nyelvű, de más országokban történő irodalmakra, meg meg nyelvváltozatokra, tehát sok belga, svájci, kanadai és afrikai irodalmat olvastunk, ami szintén nagyon érdekes volt, és valamennyire egyedi volt ahhoz képest, amit mondjuk Pesten az eltén ilyen sokkal klasszikusabb formában tanultak azok, akik oda jártak. És hát a zene. A zene az, az, abszolút szintén. Én nagyon szeretem a klasszikus sanzonokat, ami egy Franciaországhoz köthető, vagy frankofon kultúrához köthető erőteljes műfaj, és, 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 sokat hallgattam, meg hallgatom még most is. Mikor először az országban, Franciaországban? Franciaországban először azt hiszem, hogy 13 vagy 14 éves koromban jártam. Akkor hányban járunk? Akkor 84, 83, 84. Párizs vagy melyik része? Nem, inkább délen voltunk a, a, a szüleimmel és a, a nagyobbi köcsémmel mentünk. És meglátogattuk azokat az ismerősöket, akikről már beszéltem, hogy az anyukámnak voltak barátai Bordóban is, meg Múpölében, és és akkor csináltunk egy ilyen nyugat-európai körutat, azt hiszem, hogy Wartburggal, wow. és, 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 akkor jártam először ott, de hát akkor még csak talán pár szót tudtam franciául, de, de ugye a ritmusa meg a dallama az megvolt, én nagyon, nagyon jól tudtam azt utánozni, tehát tudtam halandzsázni franciául, még azelőtt, hogy, hogy igazán tudtam volna beszélni. Kimarad aztán öt év az életedből a tanításban, és végül mégis visszamész tanítani. Miközben felteszem, hogy azért akkoriban is már tisztában voltál azokkal a típusú strukturális problémákkal, amelyek a közoktatás már akkor is erősen feszítették. Neked mi volt az a pillanat az életedben, amikor ráébredtél arra, hogy mennyire összetettem problémás Magyarországon a közoktatás? Én nem tudom, hogy ezt egy pillanathoz lehet-e kötni. Az elején én nagyon el voltam foglalva azzal, hogy egyáltalán megtanuljak tanítani. Tehát, hogy inkább ilyen teljesen individuális szinten néztem ezt a munkát. Nem voltam felkészítve módszertanilag arra, hogy hogy kell tanítani. Ilyen szempontból nem volt nagyon jó az egyetemi képzésem, és nem is érdekelt akkoriban annyira, tehát lehet, hogy tudtam volna olyan kurzusokat választani, amik jobban felkészítenek módszertanilag, tehát nekem ott az első években az volt az érzésem, hogy hogy mindent nulláról barkácsolok össze magamnak. És a másik dolog, amit szintén meg kellett tanulnom, az az volt, hogy hogy, hogy építek ki jó viszonyt a tanítványokkal, mert ez sem volt evidens a nagyobbakkal, tehát akik a végzéshez közel voltak. 17-18-19 évesek. Ővelük elég jól, jóban voltam rögtön, de a kisebbekhez nem találtam meg a hangot. Tehát a 14-15 évesekkel szerintem az elején én nem voltam nagyon jó. Nem értették a humoromat, talán féltek is tőlem egy jó ideig. Nem is szívesen vállaltam kezdőcsoportokat, meg próbáltam ettől távol tartani magam. Az alányelzebb egyébként nulláról 01 egész egyre valakinek az tudását. nyelvtudását? Ö, nem, nem. Az, én, én aztán, amikor elkezdtem kezdőket is tanítani, ö, akkor rájöttem, hogy igazából én ezt nagyon szeretem, tehát, hogy inkább nulláról. Elrugaszkodni, és akkor gyorsan ö, elvinni őket valami használható szintig, mint az, hogy hogy valami köztes, köztes ugrásokat tenni, az egyébként szerintem sokkal nehezebb. Tehát, amikor már van egy szint, és ott kell emelni, vagy ott kell ö, gazdagítani, tényleg szintet lépni és szintet léptetni velük. Ö, ami, ami nehéz volt nekem, az tényleg inkább valami személyiségbeli probléma volt. Tehát, hogy nehezen értettem ezeket a 14 év körüli gyerekeket, és ők is nehezen értettek engem. És nyilván az, hogy nekem is közben lettek gyerekeim, nőttek a gyerekeim, illetve, hogy, hogy elég tudatosan elkezdtem arra fölkészülni, hogy, hogy de nekem ezekkel a 14 évesekkel is kell, hogy dolgom legyen akkor szépen ebbe is beletanultam, és, és érdekes módon a, a tanári ö, pályafutásom utolsó tíz évében szinte az volt a kedvencem, hogy ezeket a, az éppen az iskolába beérkező elég kajla 14-15 éveseket kezdjem el ö, tanítani. Tehát, hogy ezt nagyon megszerettem. Most bocs, ez megütött a filmet, hogy múlt időben beszéltél a tanári pályafutásodról, te ezt az életedben. Nem zártam le. Ez most le van zárva kényszerűen. Nem szeretnék ilyen pótcselekvésként máshova elmenni, tanítani. Tehát én azután, hogy kirúgtak, azt a döntést hoztam, hogy, hogy amíg a bíróság ki nem mondja, az, hogy ez egy jogtalan és diszkriminatív eljárás volt, ö, addig nem megyek el tanítani, nem megyek el magániskolába tanítani, nem megyek el egyházi iskolába tanítani. Én azt gondolom, hogy ha nekem 23 évig a költség volt az iskolám, akkor én oda fogok visszamenni tanítani. De hát ez ugye ö, még hosszú évekbe telhet egy ilyen bírósági eljárás, az elég Sőt. hosszú. Ö, majd áprilisban lesz az első tárgyalásunk még csak, és hát meglátjuk, hogy meddig tart. Nyilván első- másodfok az biztos lesz, és aztán, hogy még tovább kell -e menni, és milyen szintekig, azt, azt nem tudom. És azt sem tudhatom, hogyha mondjuk két év múlva, vagy öt év múlva zárul le ez, a, ez az egész eljárás, akkor én milyen állapotban leszek akkor az az iskola még az az iskola lesz-e, ahova én vissza szeretnék menni. Tehát nagyon nehéz most azt mondanom, hogy egész biztos fogok tanítani. Azt tudom mondani, hogy egész biztosan szeretnék tanítani, és ott szeretnék tanítani. De ha mondjuk most hirtelen azt a döntést hoznál valamilyen fejebiteli hatóság, hogy visszajöz az állásodba, megszünteti ezt az állapotot, vissza lehet menni abba az iskolába? Vissza, bár nem, tényleg nehéz ö, sok szempontból. Ö, például azért, mert, ö, mert én azért továbbra is, ö, ha nem is gyakorló tanárként, de folytattam, és folytattam azt a küzdelmet, ami miatt engem onnan eltávolítottak, tehát hogyha engem most visszatesznek, akkor az a furcsa és faramuci helyzet állhatna elő, hogy mivel nem teljesült például a sztrájkjog -ok helyreállítása, hogy akkor én már másnaptól lehet, hogy megint sztrájkba lépnék olyan módon, ahogy én a sztrájkot sztrájknak tekintem, ez, ez nyilván egy nehezen kezelhető helyzet lenne, akár az intézménynek, akár a kollégáknak, akár a fenntartónak, tehát, hogy ö, igen, ezt, ezt ezt egyébként megkérdezte tőlem a, a, az iskolám igazgatója is, még, még nem sokkal a, a kirúgásunk után, hogyha, ha most ezt visszavonná a tankerület, ezt a döntést, és visszavennének az állásomba, akkor visszajönnék-e? És akkor egyértelműen mondtam, hogy igen, de másnaptól polgári engedetlenség keretében nem venném fel a munkát, bocsánat, de hogy, és akkor igen, ez biztos nehéz lenne. És hát az, az is nehéz, hogy azért ez az egész történet, amikor, amikor minket ötünket onnan kirúgtak, ez nagyon megrázta az egész Iskolai közösséget, a tanítványainkat is, meg a ö, kollégáimat is. Ö, és az, az nehéz azt hiszem nekik is ö, feldolgozni, hogy akkor az embert ide-oda rakják, vagy hogy akkor most megint, megint ott vagyok. De bármikor megint történhet ilyen, szóval hogy nem, nem könnyű ez lelkileg se nekem, se nekik. Csapongunk, de nem baj szerintem. Visszamegyek egy picit még oda, hogy módszertelen hibáid vannak, azt mondod, vagy kihívásait pontosabban talán így megfogalmazni. De nyilván ezek is strukturális kérdések. Az mikor mm, fordult át a gondolkodásodban, hogy azok, amikkel te küzdesz, azok nem egyéni küzdelmek, hanem sokan mások is küzdenek ezzel, és én alapvetően olyan rendszerben próbáltok gyerekeket oktatni, nevelni, amelyben a tanárok nem kapják meg az elemi segítséget ahhoz, hogy ezeket a kívásokat hogyan kell kezelni, hogy ez nem csak az egyéni képességnek a kérdése, hanem annak, hogy a rendszer hogyan segíti azt, hogy tanár, diák megkapja a szükséges támogatást intézményi szinten ahhoz, hogy, hogy hasznosan és jól tudja eltölteni a közös idejét. Én, én, azt hiszem, hogy az, hogy én erre ilyen strukturálisan, vagy strukturális szempontból elkezdtem ránézni, az összefüggésben volt azzal, amikor a saját gyerekeim elkezdtek iskolába járni. Tehát egyszer csak már nem egy, egy csőlátásom volt a saját munkahelyemmel és a saját munkámmal kapcsolatban, ahol amint mondtam, meg kellett tanulnom, hogy hogy kell tanítani, meg meg kellett tanulnom, hogy hogy kell jó viszonyban lenni a tanítványaimnak, és, és azt is meg kellett tanulnom, hogy hogy kell Együtt dolgozni a kollégáimmal, ez sem volt könnyű, én én az elején mindent egyedül csináltam, és aztán szépen lassan ö, ö, rávettem magam arra, hogy, hogy ilyen kisebb műhelyekben ö, is dolgozzak az iskolán belül. És amikor a, a, a gyerekeim hát először a lányom, ugye ö, iskolába kezdett járni, akkor két dolog döbbentett meg. Az egyik az az, hogy, hogy amikor bevittem az általános iskolába, akkor minden, a szagok, a látvány, minden ugyanolyan volt, mint amikor én mentem 35 évvel azelőtt mondjuk általános iskolába, vagy 30 évvel azelőtt. És ez, ez, ez megdöbbentett. Tehát, hogy én nem tudom, hogy, hogy megvan-e neked az az érzés, hogy hogy bemész egy iskolába, elmész a tornaöltöző előtt, és van egy szag, ami összehasonlíthatatlan tornaöltöző szag, általános iskolai tornaöltöző szag. És hát ez, ez akkor egy ilyen időutazás volt, és közben azt is megértettem, hogy ez egy abszurdum, hát a, a világunk teljesen megváltozott, és valahogy a, az iskola meg ugyanolyan maradt, és a, a szag az nyilván csak egy, egy szimbolikus része a dolgoknak, de hogy nagyon sok minden másban olyan hangon beszélnek tanárok, diákokkal, diákok, diákokkal, stb., amit amit felismertem az én gyerekkoromból, ami azért a kádárkor. Ö, tehát, hogy ez ezzel nagyon elgondolkoztatott, hogy hogy ez hogy, hogy lehetséges. A másik az pedig az, hogy már nem emlékszem pontosan, hogy melyik évekre tehető az, amikor Magyar Bálint volt az oktatási miniszter, és egy elég előremutató, jó irányba mutató oktatási reformot igyekezett bevezetni, meglehetősen voluntarista módon. Már mennyiben? Hát, hogy... Akkor ez a kompetencia alapú cucc, ez a jó, holnaptól ez lesz. Nagyon jó a szöveges értékelés, holnaptól az lesz. És hát én közben, meg iskolában dolgozva, értettem, vagy megértettem azt, hogy ez. Ez akkor a váltást igényel a, a rendszerben dolgozóktól, akiknek már vajuk be, egy jó része ilyen nagyon berögzült, mondhatni begyöpösödött szokások szerint működtette a munkáját. És olyan, olyan változást várt el tőlük ez szinte egyik pillanatról a másikra, ami hát nem, nem tudott létrejönni. Tehát, hogy ezt, ezt valószínűleg így nem szabadott volna. Tehát sokkal hosszabb előkészítéssel, sokkal ö, több segítség megadásával kellett volna, azt hiszem, ezt végigvinni. Mondom ezt úgy, hogy, hogy szerintem annak a, annak a reformnak nagyon-nagyon sok tök jó eleme volt. Mind az a szemlélet, hogy, hogy a tárgyi tudás és a bemogolandó tudás helyett valamiféle kompetencia és készségfejlesztés irányába mozdult el akkor a, a magyar oktatási rendszer, mind az, hogy valahogy ki, ki kéne ebből a nagyon régi és nagyon árnyalatlan értékelési rendszerből lépni, ami az öt osztályzat, tehát hogy azt az egészen gazdag és sokszínű és sokféle teljesítményt és hozzáállást, amit akár egy-egy diák vagy egy diákcsoport tud hozni, azt öt számjegyben kifejezni, az tényleg egy vicc. Tehát, hogy semmiféle árnyalásra nem, nem ad módot. Uh, ugy, ugyanígy nagyon jó uh, volt, nagyon jók voltak akkoriban azok a desegregációs uh, törekvések, amikről inkább akkor én még csak elméletileg olvastam, tehát nem nagyon voltam olyan közegben, ahol ez uh, élesen felmerült volna, de hogy, hogy nagyon, nagyon jó és nagyon fontos irányokban kezdte volna el megfordítani a, ezt az óriási ágyunaszádot, ami az oktatási rendszer, de szerintem hát elbukott ezen az előkészítetlenségen, vagy a, a segítségnyújtás hiányán, de hogy akkor, 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 kezdtem ezt megérezni, amikor aztán ezt visszavonták, akkor már nem kellett szövegesen értékelni, csak itt vagy ott, hogy azt éreztem, hogy, hogy egy ilyen nagyon rossz körbe kerülünk bele, akár, ki, akár iskolába járóként, akár szülőként, akár ott dolgozóként, hogy ide-oda rángatják különféle kurzusok a, ezt, a, ezt az óriási rendszert, amit egyébként borzasztó nehéz lenne megmoccantani, és, és ilyen fenntarthatóbb pályára tenni. És hát aztán nyilván, ö, ahogy ez így egyre tudatosodott bennem, úgy jutottunk el 2010-ig, amikor ö, jött a Hoffman-Rózsai reform. Hát, ami aminek a, tehát amikor már a, a köznevelési törvénynek a, a, a koncepciója megjelent, már akkor ö, látható volt, hogy itt nagyon nagy bajok lesznek ebből. Ne szaladjunk annyira előre. Te szakszerzeti tag voltál korábban? Nem. 2015 sem? Nem. Én sose voltam igazából, tehát a tanítanék előtt, és ott sincs egy ilyen klasszikus tagság, de én sose voltam semminek a tagja. Nem, valahogy ez a tagság rész, ez, ez így kimaradt az életemből. Akár... Ö, nem tudom, amint mondtam a, a, az előbb is, hogy hogy én nagyon sokáig nem tudtam közösségben dolgozni, meg közösséghez tartozni. Tehát én egy nagyon sokáig egy ilyen kifejezetten magányos. Egészen eddig? Hát, szerintem a 2000. 2007-2008 táján volt az, hogy, hogy legalább az iskolán belül volt egy olyan francia tanári közösség, akikkel nagyon kreatív és jó ö, dolgokat ö, hoztunk létre, és ővelük tanultam meg azt, hogy, ö, hogy lehet ilyen kis munkacsoportban dolgozni, hogy nem egyedül kell mindent kitalálni és meg, meg, ö, megvalósítani. Szerintem ez volt a, a tanulási folyamatnak az első első része. Aztán ö, valahogy a, az is ö, addigra ért be nálam, hogy, ö, hogy, hogy úgy éreztem, hogy ö, hogy, hogy oda tartozom ehhez az iskolához. Tehát, hogy nem egy munkahelyre megyek be és csinálom meg a, az óráimat, hanem ö, osztályfőnökként egy sokkal nagyobb felelősségem is van, és hogy oda tartozom a tanári közösségbe és tehát kialakult egy, egyfajta kölcse is identitásom, ami gimnazistaként sem volt meg egyébként, de így a 2000-es évek második felére igen, és akkor, és akkor Elvállaltam azt, hogy a közalkalmazotti tanács munkájában részt vegyek, és a közalkalmazotti tanács elnöke lettem egy idő után, Most nem fogok tudni ehhez évszámokat. Nem is kell feltétlenül. Csak de az a hogy, kérdésem, de hogy, hogy... Akkor, akkor már azt éreztem, hogy, hogy bizonyos helyzetekben képes vagyok egy közösséget képviselni, és az ő érdekükben eljárni, tehát akkor már a 2010-es évek elején, amikor meglehetősen elszigetelt formában ne voltak már különféle tiltakozások, akkor én nagyon sok levelet fogalmaztam meg a tantestületünk és a közalkalmazottak nevében, tehát ez, ez itt kezdődött el, de de szakszervezeti tag nem voltam. Nem. És hogyan tekintettél a szakszervezetekre az oktatás területén? Először nem figyeltem oda rájuk, amikor elkezdtem ö, dolgozni, ö, aztán ilyen vicces ö, dolgokat láttam, hogy nem tudom, az a pár szakszervezeti tag, aki volt a, ne kevesen voltak a, a tantestületünkben, azok, mit tudom én, karácsonykor kaptak ilyen műanyag jól zárható dobozokat a szakszervezettől, és ezt nagyon-nagyon viccesnek találtam, hogy valahogy, ezt láttam, mint tevékenység. Öhm, és, és aztán, amikor jobban oda kezdtem odafigyelni már az egész oktatáspolitikai területre, akkor. Öhm, és most megint nem fogok tudni teljesen konkrét történeteket mondani, de hogy nagyon sokszor azt éreztem, hogy, öhm, hogy nem elég erősek és megalkuvóak. És. Öhm, és ilyen módon én elég jól értettem, hogy miért nincsenek nagy többségben, például az én tantestületemben szakszervezeti tagok, és nekem se támadt kedvem ö, belépni. Úgy az egész szakszervezetiséggel meg már aztán jóval később, tehát inkább 2015 16 táján kezdtem el jobban foglalkozni, és akkor akkor is inkább a harag dominált bennem a szakszervezetekkel kapcsolatban. Fejtsül nekem, 2010 és 2016 között, tehát hogy két hanoddal megválasztják a Fideszt, 2010, 2016 megalakul tanítanék. Ebben a hat évben mi történt veled, és mi volt az a motiváció végül, amiatt azt érezted, hogy, hogy kell egy általatok alapított érdekvédelmi mozgalmat létrehozni a közoktatás helyzetnek rendezéséért? Um, tehát ez az az időszak, amikor én nagyon aktív voltam, mint a közalkalmazotti tanácselnöke a, a kölcsében, és uh, elég rendszeresen vagy csatlakoztunk más iskoláknak a tiltakozásaihoz, vagy mi magunk kezdeményeztünk ilyeneket, egészen odáig, hogy például elhívtuk az iskolánkba Hoffman Rózsát, és és amikor eljött és előadta azt a propaganda szöveget, amit én nagyon ügyesen és nagyon simán és lesimítva, egészen dermesztő volt egyébként, ott előadott, akkor fél óra után el akart menni, Este hat volt, mire oda jött, tehát az egész tantestület ott maradt este hatig, és akkor fél óra után azt mondta, hogy akkor ő neki ennyi volt, és akkor például nem engedtem elmenni. <laughs> Ez hogy nézett ki? Hát azt mondtam, hogy asszonyom, mi itt vagyunk, eljöttünk, hogy beszéljünk, úgyhogy azt gondolom, hogy itt kell maradnia. Ennyire egyszerűen azt mondtam. De mit mondott Rózsa? Ott maradt. Ez hányba volt? 2000. 12 vagy 13? És mit mondhatok neki utána? Ö, hát elmondtuk a, az egyre ö, körvonalazódóbb és egyre kézzelfoghatóbb ö, elégedetlenségeinket, amiben voltak ö, anyagi természetű követelések is, tehát hogy akkor akkorra borzasztóan elértéktelenedett akkor is a, a tanári fizetés, gyakorlatilag nem lehetett belőle megélni. Ezt azt öh... gondolja, akkor hogy mennyit kerestél? Fogalmam sincs. Nagyságrendileg? Nem tudom. Nem tudom, ebben nagyon rossz leszek. Tehát öh, a, 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 a fizetéseimnek a számszerűsítésében rossz leszek. de Rosszul kerestünk, az, az egész biztos. Öh, na, szerintem nagyon, nagyon hasonló öh, helyzet volt akkor, öh, mint ami a, a tavalyi évet megelőzte. Tehát, mm -hmm. hogy... Öh, volt egy nagy arányú béremelés, ez a megyesi féle 50 os vagy 60 os már nem tudom, ami pillanatok alatt, tehát egy-két év alatt morzsolódott szét és inflálódott el, és, és addigra még nem indult be az, az életpálya modellhez kötődő bérfejlesztés, amit, Egyébként egy óriási szemfényvesztés volt, de de amit a hofman rózsa ígért be. És hát tényleg borzasztó rossz állapotban voltak az iskolák is, meg az ott dolgozók is így anyagilag. És szerintem akkoriban még talán nem történt meg az a fenntartó fenntartóváltás, ami a, a először a Klik létrehozása, majd aztán a, a, tankerületek létrehozása volt, de, de borzasztó súlyos ellátási problémák voltak. Tehát, hogy nagyon, nagyon nehéz volt akkoriban dolgozni iskolában. Erre mit tudott mondani, Hoffman Rózsa? Hát mondta, hogy de jön, 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 jön. Mi jön? Jön. Aha. Igen. Nem jött, de ő mondta, hogy jön. Ezt elmondta, és aztán elengedtétek. Hát elengedtük, egyébként nagyon szép jelenettel engedtük el, mert valahogy a diákok is akkor megszervezték magukat, és ö, ilyen rózsákat dobáltak az autójára, azt hiszem. Igen. Többet nem jött rózsá. Nem. Más se jött többet. És más se jött. Nem. Öm. Szóval ilyeneket szerveztünk akkor, ö, és, és akkor közben megtörtént az, amit a 2011-es törvény beígért, tehát ez az életpályamodell beindítása, a minősítési rendszer beindítása, a fenntartóváltás, váltás, az önkormányzatok kisemmizése, öm, és hát Amellett, hogy ezzel kapcsolatban voltak tartalmi és strukturális fenntartásaink, amellett ez borzasztó rosszul volt levezényelve. Tehát ez volt az az időszak 2014-15, amikor amikor ugye az, a, arról, a, arról szóltak a hírek, hogy nincs kréta, nincs papír az iskolákban, mert mert nem tudják az igazgatók, hogy kiktől igényeljék, honnan vegyék. Tehát ez a fenntartó váltás, ez, ez borzasztó döcögősen ment. A, a soha nem látott beígért béremelésről nagyon hamar kiderült, hogy hát azért annyira nem jelentős jelentős, ráadásul szét van húzva több évre, ráadásul orraszám növekedéssel járt. Ráadásul mindenkit vissza, visszasoroltak a startvonalra, tehát hogy nagyon sokak, sokaknak, főleg a, a tapasztaltabb és, és uh, régebben különféle jogcímek miatt különféle pótlékokat kapott uh, kollégáknak, akár még visszalépést is jelentett, tehát anyagilag csökkent a, a, a jövedelmük. Uh, tehát 2014-15-re már egészen. Uh, Hát hatalmas volt a felháborodás, mert egyre inkább érezte mindenki, hogy hogy itt nem, egyszerűen nem jó irányban mennek a dolgok, és még ha, ha volt is valamennyi bérnövekedés, tényleg, és hát nem véletlenül, hogy a tanítanék kezdeti korszakában mi nem is beszéltünk bérjellegű követelésekről, mert akkor azt gondoltuk, hogy ez még kitart, amit, amit kaptunk, hanem, hanem tartalmi és strukturális kérdésekkel foglalkoztunk. De az a lényeg, hogy 2015-re ez az elégedetlenség ez egészen általánossá vált az összes oktatási intézményben. És én nekem személyesen az volt a, a problémám, hogy annyira nem értettem egyet azzal a rendszerrel, amelyikben dolgoznom kellett. Tehát, hogy végülis, amikor én osztályfőnökként a, a, a diákjaim elé álltam, akkor én az iskolát és az iskolarendszert képviseltem a személyemben. És ugyanez, amikor a szülők elé kellett állnom. És egy, egy idő után ez teljesen tartatatlan volt. És akkor azt a, igazából a, az történt, hogy hogy úgy éreztem, hogy vagy ott hagyom a pályát, tehát nem tanítok tovább, mert ez. ez Elviselhetetlen ez a, ez a belső ö, ellentét és feszültség, hogy hogy valami olyat kell a, a személyemben képviselni, amivel egyáltalán nem értek egyet, vagy egyre hangosabban kezdek el tiltakozni és beleállni ezekbe a tiltakozásokba. És ez esett egybe egyébként azzal, amit a Pilc Oliverék Miskolcon elkezdtek, és aztán ő engem megkeresett, és, ö, és az, hogy én én akkor teljes erőbedobással elkezdtem a tanítanékban dolgozni, aktivistaként, az, az a számomra megoldást jelentett arra, hogy maradhassak tanítani. Milyen látérünk erre is, de mielőtt még a tanítanékot megalapítottátok volna, fölmerült-e bármikor, hogy a meglévő szakszervezeteket kellene esetleg, nem tudom én, irányba helyezni, segíteni abban, hogy jobban végezzék el a munkájukat, mert a diszfunkcionalitásuk az nyilvánvaló, de hogy az fölmerült, hogy esetleg lehetne azért előfeszítéseket tenni, hogy ők jobban tudják végezni a munkájukat. Azt hiszem, hogy egyáltalán nem voltam ezzel kapcsolatban tudatos, én haragudtam a szakszervezetekre, és egyáltalán nem gondolkoztam ebben az sokkal később merült fel bennem, hogy egyáltalán, meg, meg később lett valamennyi tudásom úgy általában a szakszervezetiségről. Tehát, hogy én ezeken nem gondolkoztam akkoriban. Nekem nagyon tetszett az, hogy, hogy ilyen független, alulról szerveződő ellenállási mozgalmak születnek, mert ugye a tanítanék nem az első volt ezek közül, ott volt a hálózat a tanszabadságért, szabadságért, a a hivatlanul hálózat, stb. Tehát, hogy voltak már mindenféle kezdeményezések, amiknek én követtem a, a munkáját, meg így, hogyha szerveztek valamit, akkor, akkor, ott voltam. Én nem foglalkoztam igazából a szakszervezetekkel, szerettem ezt a, ezt a független világot, amit ezek a szervezetek képviseltek, és ezt szerettem a tanítanékban is, és azt szerettem például a tanítanékban, és még most is azt szeretem többek között, még akkor is, hogyha lehet, hogy nem elég hatékony ez így, hogy, hogy nincsen jogi keretek közé szorítva. Nekem ez, és lehet, hogy ez csak egy ilyen nagyon személyes érzés, de hogy nekem ez, ez, Szabadságot ad és szabadságérzést ad, és, és ezt valahogy egyáltalán nem találtam meg a, a szakszervezetekben. Mondom, azóta már sokkal többet tudok a szakszervezetekről, és sokkal több, vagy mást is gondolok arról, hogy milyen szerepet kéne betölteniük, és valóban ö, lehet, hogy hogy, hogy hogy jó lenne. Egy sokkal erőteljesebb szakszervezeti közeget és, és mozgalmat megteremteni, de nem hiszem, hogy ez korlátozódhatna csak a, a pedagógus szakszervezetekre. Pírcoli te és Pukli István. Ugye valószínűleg az ő már kevesebben e, tudják felidézni, pedig amikor a tanítanék igazából megjelent a szívesen nyilvánosság előtt, akkor elsődlegesen ő volt igazából az arca mozgalomnak majdnem egy éven keresztül gyakorlatilag ti inkább a háttérben voltatok, vagy a másodvonalban, és a Pukli volt az, aki az arcát adta a mozgalomhoz, és ő jelent meg a különböző tüntetéseken beszédet mondani, tévényilatkozatokban interjút adni, és így tovább. Aztán ő egyszer csak eltűnt, majd megjelent egy párt élén, ami párt kérészéletüként kavartott valamit az ellenzéki állóvízben, Végül aztán talán a választásokon sem tudtak elindulni, hogy jól emlékszem, és az ott a pukli már nem is hallunk. Ki volt ő? Hát egy nagyon érdekes fiú volt, és van, szerintem ő még létezik azért. Ez az egész, hogy hogy mi hárman lettünk ott az elején a, a tanítanék képviselői, ez, a, ez az Oliver kezdeményezése volt. Ő ugyanis egy idő után, amikor látta, hogy, hogy milyen eszméletlen mennyiségű csatlakozó van a tanítanék nyílt leveléhez, tehát az ő a Miskolc nyílt levélhez, intézmények és magánszemélyek, akkor arra gondolt, hogy, hogy kéne egy pár ember, aki valamilyen módon megtestesíti ennek a mozgalomnak a, az értékeit, akaratát a, a nyilvánosság felé. És akkor egész egyszerűen azt csinálta az Olivér, hogy, hogy megkeresett hét vagy nyolc embert, akik valamilyen módon a tanítanék születése környékén megjelentek a médiában, vagy aktívak voltak, vagy, vagy balhéztak a, a tankerületüknél akármi. Így keresett meg engem is, előtte nem ismertük egymást fölhívott egyszer, csak akkor emlékszem, ott voltam bent a, a, az iskolában, és így forrongott a, a tantestület, mert hát azért tudtuk, hogy, hogy mi van, ö, mi, mi, talán elsőként vagy másodikként csatlakoztunk a, a Miskolciak leveléhez, és akkor Szólt a telefonom, és emlékszem, hogy egészen meg voltam döbbenve és hatódva, mert a Pélc Oliver volt, akit én már tudtam, hogy kicsoda, és ezek szerint ő is eljutott valahogy hozzám. És ugyanígy megkereste a, a Pukli Istvánt is, illetve még ö, egy pár embert, és akkor e ezt a hétfős vagy nyolcfős listát ö, ezt elküldte a csatlakozó iskoláknak vagy intézményeknek, akik Szavaz, szavaztak, hogy ki legyen az a három fő, aki képviseli a mozgalmat. És ebbe kerültem be én, az István, és hát az Olivér. Az elég nyilvánvaló volt, hogy az Olivér benne lesz, mert hát mégiscsak ő Igen. hozta létre az egészet, és szerintem az, hogy hogy mi lettünk még a másik két személy, az, az, az valószínűleg ilyen nagyon egyszerű média okokból volt, tehát mi egy párszor már nyilatkoztunk itt, ott, tévékben, rádióban, és ezért a mi nevünk talán ezekben az intézményekben is ismertebb volt, tehát minket x be. De hogy van, volt ebben azért egy ilyen véletlenszerűség. És az, hogy a, az István be, bekerült ebbe a, ebbe a hármas fogadba, ez nagyon jó volt olyan szempontból is, hogy ő Gimnáziumi igazgató volt. Tehát ő volt a teleki Igen. gimnáziumnak az igazgatója. És mint ilyen, szerintem az egy tök fontos dolog volt megmutatni, hogy itt egy, egy intézményvezető, egy igazgató is beleáll egy, egy ilyen küzdelembe. És az, hogy ő volt a az első számú látható személy, az gyakorlatilag egy. Egy döntés volt valahogy, úgy éreztük, hogy hogy ő a leglátványosabb, vagy ő... Tehát, hogy kiosztottuk a szerepeket. És rá ezt osztottuk. Ugyanakkor hát nagyon hamar, tehát már a, a tavasz második felében, ugye ez 2016 januárjában indult az egész, és Pár hónap után az Istvánt sok támadás is érte, és gyakorlatilag teljesen visszavonult, tehát mi továbbra is eljátszottuk azt, mint hogyha ő lenne, de közben ő nem volt, és akár hova hívták nyilatkozni, akkor én mentem helyette. De még mindig, amikor mondjuk tüntetés volt, akkor őt raktuk ki. Tehát, hogy ott már volt egy ilyen fura... Ö fura dolog, tehát ő elkezdett akkor már vissza, visszahúzódni az egészből. Egyébként nagyon érdekes, ezt, ezt muszáj elmondanom, mert szerintem itt nagyon sok minden változott azóta, de én akkor tapasztaltam meg életemben először azt, hogy, hogy mennyire diszkriminálnak nőként. Tehát például tartottunk egy sajtótájékoztatót hárman, az Oliver, az István és én a parlament előtt valamelyik akciónk előtt. És nagyon nagy sajtóérdeklődés volt, ott volt 40 vagy 50 újságíró, és úgy csináltuk a, a sajtótájékoztatót, hogy mindegyikünk beszélt, szépen ö, elosztottuk a témákat, és akkor utána a végén azt mondtuk, hogy, és akkor, hogyha ö, még esetleg vannak kérdéseik, akkor ö, állunk rendelkezésre. És én még ilyet nem láttam. Ott álltunk hárman, én voltam középen a két oldalamon a két pasas, és az ötven újságíróból 25 az egyikhez ment, a 25 a másikhoz, és én meg ott álltam egyedül. Elképesztő volt. Szerintem azért ebben, ebben van változás, de akkor, akkor az egészen döbbenetes volt. Na mindegy, szóval a, az Istvánnak szerintem nehéz dolga volt velünk, mert. mert azt hiszem, hogy értékeiben ő... Ő, ő kőkonzervatív Ő volt. konzervatív volt, igen. Ő konzervatív. mondhatjuk annak is. Miközben mi meg az Olivérrel egy ö, inkább ilyen klasszikusan baloldali értékrendel ö, rendelkezünk, azt hiszem. Én bocsássak, hogy belevágok a szabadba, de ugye ez lehetett egy erénye is a tanítanéknak, hogy ö, ilyen világnézeti oldalakon átívelően tudott adott esetben egy vezetőséget kiállítani, de valahogy igazából ezt soha nem tudta tanítani, jól használni, és nekem van egy ilyen megfejtésem erről, és egy kicsit most ki is lépek az interjúztató szerepemből, mert hogy én végigkövettem követtem azért ezt a folyamatot, akkor még ilyen szimpatizánsként, vagy nem tudom, szövetségesként, vagy nem tudom, hogy kell ezt jól megfogalmazni, de a lényeg az, hogy már nem voltam a tanítanék tagja, de többet beleláttam a belső viszonyaitokba, mint egy egyszerű média munkás, és azért azt lehetett látni az Istvánnak ilyen szélsőségesen individualista magatartása van, Ö, közösségi döntéseket obstruált adott esetben, miközben alternatívákkal nem szolgált, ellenben magának nagyon erősen vindikálta ezt a látványos pozíciót, hogy ő ott a frontvonalban áll, és nem olyan hagyta, hogy mondjuk akár te magad érvényesülhess, vagy az Oliver érvényesülhessen. Ti nyilván nagyon próbáltátok ezt a konfliktust nem kivinni a nyilvánosságba, mert féltettétek a mozgalmat magát. Nem tudom, hogy most eltelte már annyi idő, meg egyetlen olyan a helyzet, hogy lehet erről nyíltan beszélni, de szerintem azért lenne szükséges erről beszélni, anélkül, hogy a listván felé méltánytalanok lennénk, mert közben meg szerintem ezek olyan dinamikák, amik minden ilyen típusú mozgalomban füllik a fejüket, uh -huh. és ezek alapvetően kitárgyalatlanok, és emiatt ezek nem is tudnak tapasztalatként hasznosulni és beépülni a későbbi mozgalmak és a későbbi mozgalmárok tudásába. Igen, én azt hiszem, hogy ebben abszolút igazad van. Ö, lehet, hogy nagyon naív módon, de. Én úgy gondoltam, hogy az, hogy, hogy mi ilyen különböző politikai értékeket vallunk magunkénak, és mégis együtt tudunk dolgozni, és mégis tudunk vinni egy mozgalmat egy közös cél érdekében, én, én ezt borzasztóan szerettem. Én, én, én úgy gondoltam, hogy ez igenis egy hatalmas erénye a tanítanéknak és és ennek érdekében abszolút hajlandó voltam én viszont kompromisszumokat kötni, arról nem beszélve, hogy olyan nehéz ö, időszak volt ez, tehát hogy mi semmelyikünk nem forradalmárnak vagy mozgalmárnak született ö, Közben tanítottunk tovább, dolgoztunk, családunk volt, és közben egy olyan sűrű ö, esemény sorozatba kerültünk bele, hogy gyakorlatilag három-négy életünknek kellett volna lenni, ö, és nagyon ö, meg is viseltek minket a, egyszerűen a, az események, tehát hogy az, hogy az ember ö, naponta kétszer ad interjút, és állandóan ö, tévében szerepel, iszonyatos módon izgultam minden egyes alkalom előtt, én még most is mindig izgulok, de hogy ö, akkor még nem voltam abban biztos, hogy, hogy ezeket meg tudom oldani, ezeket a helyzeteket, és ez, ez érvényes volt az Olivérre és az, és az Istvánra is, és emiatt mi borzasztóan szolidárisak voltunk egymással. Tehát átéreztük egymásnak a nehézségét, azt, hogy ö, hogy ilyen vagy olyan támadások érik mondjuk az Istvánt, már nem is emlékszem pontosan, de voltak ilyen alpári dolgok, ö, akkor mi, mi megpróbáltunk nagyon támogatóak lenni, mert abszolút átéreztük, hogy ez neki személyes szinten nehéz. Tehát ö, ott az elején én úgy éreztem legalábbis, hogy ö, ha nem is lehet azt mondani, hogy mi barátok vagyunk, de hogy egy ilyen nagyon szolidáris szövetségben dolgoztunk együtt. És én, és én büszke voltam erre, hogy ezt meg lehetett csinálni. Azt, azt szeretném gondolni, hogy, hogy most már például az Olivérrel barátok is vagyunk, uh -huh. Ö, nem csak egyszerűen harcos társak, tehát hogy tényleg nekem ő érzelmileg nagyon sokat ad, meg számít. Ö, ott az elején ez ugye egy, egy nehéz, nehéz dolog volt, de hogy mi nagyon szolidárisak voltunk, és én úgy éreztem, hogy hogy kölcsönösen támogatjuk egymást mind a hárman, és ugye én az Istvánnal nagyon sokat találkoztam lévén, hogy ő is pesti volt, meg én is, tehát hogyha dolgoztunk együtt, akkor mi tudtunk találkozni, míg az Olivérrel inkább csak telefonon vagy, vagy üzenetekben, tehát sokkal ritkábban tudtunk személyesen találkozni, és épp ezért nekem, nekem az egy nagyon nehéz pillanat, meg nagyon nagy csalódás volt, amikor ő ők aztán kiszállt, és úgy éreztem, hogy nem fermódon csinálta. Egyértelműen a politikai karrieré miatt szállt ki? Én nekem az akkor egyáltalán nem volt egyértelmű. Sőt, ő, ő azt problémásnak tartotta, hogy a, hogy a tanítanék egy kicsit 2016. szeptemberére, kicsit feszegetni kezdte az oktatás politikai térhatárait. Tehát egyrészt kiadtunk egy nyilatkozatot, hogy a, az oktatási rendszer nem egy zárvány, nem lehet külön csak arról beszélni, mert ezer szállal kapcsolódik a, a társadalom egyéb szöveteibe és egyéb rendszereihez. Másrészt akkor volt a kvóta népszavazás, és a Siling Árpádék meg Horgas Péterék csináltak akkor egy nagy tüntetést, a Lásd meg az ember volt a címe, és, és akkor végül is ez volt akkoriban a szakítás oka, hogy mi úgy döntöttünk az Olivérrel és azzal a csapattal, akivel akkor ott együtt dolgoztunk a tanítanékban, hogy Nekünk van helyünk ezen a tüntetésen, és van mondani valónk, tehát, hogy tanári szempontból, vagy pedagógus szempontból is meg lehet fogalmazni azt, hogy hogy miért nem jók azok a nagy sárga-kék plakátok és azok a konzervüzenetek, amikkel a hatalom félelmet gerjesztett, és próbálta befolyásolni a, a, a menekültekkel kapcsolatos viselkedését a társadalomnak. És az István meg azt mondta, hogy ő ezzel egyáltalán nem ért egyet, mert, mert ez egy politikai akció, és hogy akkor a tanítanék egy politikai térbe helyezi magát, és, és eltávolódik az eredeti céljaitól. Tehát, hogy akkoriban nekem éppen az volt az érzésem, hogy ő nagyon-nagyon szeretné kizárólag oktatási fókuszban megtartani az egész mozgalmat, és mi meg olyan szerepet is vállaltunk, vagy olyan dolgokban is vállaltunk szerepet, ami ezen egy kicsit kívül van. Ez, ezek után, ö, aztán tényleg döbbenetes volt, hogy, hogy utána nem sokkal, mert nem emlékszem pontosan mikor, de hogy utána nem sokkal ö, egy pár alelnökeként lehetett róla ö, hallani. Ö, de én bevallom, és lehet, hogy ez egy rossz tulajdonságom, én akkor nagyon haragudtam rá. Nem beszéltük ki ezt a dolgot, és, és nem beszéltem vele azóta se. Lehet, hogy a haragtartás az nem jó, azt hiszem, hogy egyszer volt, hogy megkeresett valamilyen ügyben, már nem emlékszem pontosan, de én akkor is, én elutasítottam, hogy hogy ezt kibeszéljük, vagy hogy valami másról beszéljünk. Tehát, hogy én, én, én nekem az nagyon rosszul esett akkor. Ugye túl a személyes konfliktus, ami szerintem igazán fontos, az az, hogy ez egy legitim probléma, nevezetesen, hogy egy egyfókuszú mozgalom, ami az oktatás ügyért jön létre, annak igazából meddig terjed az akció rádiusza. Tehát, hogy tényleg kellene nektek a menekült kérdésben, még ha egyébként helyeselhető és kívántos álláspontot is, de hogy képviselnetek, ugye ez Rendre-rendre visszatérő kérdés, hogy rendszer ellenzékiségre van szükség és az rendszer egészét kell opponálni, egyébként az mit jelent? A 2010 után hozott törvényeket, a nem tudom én, állami berendezkedés egészét, a nem tudom jogszabályokat, az adó, szóval hogy nagyon nehéz meghatározni, meddig terjed ez a kérdés, vagy pedig arról van szó, hogy egyes ügyeket kell képviselni, és szigorúan, dedikáltan csak arra fókuszálni. Nagyon sok mozgalom és kezdeményezés ment már ebbe tönkre, és valahogy, mint hogyha ez az egész arra utalna rá, hogy, hogy végsősorban mégiscsak azért az van, hogy pártok, és ilyen formális képviseleti szervezetek, mint mondjuk szakszervezetek képesek arra, hogy irányt és fenntartatóan célt tudjanak adni egy-egy ilyen részterületnek. Te milyen tanulságot szűrtél le ebből az egész dilemma Nem tudom, hogy eljutottam-e már a tanulságok leszűréséig. Ö ez a, ez a probléma, amit most itt feszegetünk, ez gyakorlatilag a tanítanék megszületése óta folyamatosan velünk jön és velünk van. Annak ellenére, hogy szerintem az első nyolc hónapban, igenis, nagyon tudatosan és nagyon fegyelmezetten egyrészt Kizárólag az oktatáspolitikára fókuszáltunk, és nem léptünk ki belőle. Másrészt pedig egyáltalán, akkor még egyáltalán nem volt rendszerkritikus vagy rendszer ellenzéki a mozgalom, hanem az akkori és egyébként a mindenkori hatalommal akart méltó párbeszédbe kerülni. Tehát, hogy mi nekünk az első hónapok célja, az az volt, hogy, hogy a szakmai és emberi méltóságunkat elismerve a hatalom álljon velünk szóba. És hallgasson meg minket, mert mi tudjuk, hogy mi a baj, mert ott vagyunk a terepen. Tehát ez ennyire egyszerű volt. És az összes akciónk, az összes mondásunk ezt célozta. Mindaddig, amíg hát egyszerűen ö, teltek a hónapok, és láttuk, hogy ö, nem, hogy nem állnak velünk szóba, vagy a, 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 a mi általunk ö, komolynak tekintett szakértőkkel és szakemberekkel, hanem tovább folytatódik ö, egyrészt az, amit mi rombolásnak ítéltünk az oktatás területén belül, másrészt pedig ö, tovább folytatódik a a szakmai méltóságunk lábbal tiprása. Tehát, hogy olyan fajta kommunikációt engedett meg magának a hatalom, ami folyamatosan és visszatérően sértő volt, elfogadhatatlan volt. És akkor egyrészt, tehát akkor két dolog történt. Az egyik az, hogy elkezdtünk inkább egy másfajta párbeszédet keresni, tehát, hogy inkább az állampolgárok sokaságát megszólítani. Tehát ilyen módon megerősíteni azt, hogy ez egy fontos probléma is, hogy legyen legyen emögött egy egy, egy tömeges támogatottság, hogy aztán akár a választásokon ez a téma ö, fontos téma legyen és akár döntés, döntést ö, meghatározó. Ö, és ahogy tett az idő, és egyre inkább épült ki az a, az a rendszer, amit most ilyen Orbáni rendszernek ismerünk, vagy látunk, egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy azok a célkitűzések, amik szakpolitikaiak, oktatáspolitikaiak, de hogy azok nem lesznek megvalósíthatók ebben a rendszerben. Tehát, hogy egyre erőteljesebben, igen, ki is mondtuk, hogy a, a mi törekvéseink rendszer ellenesek, vagy rendszer kritikusak, mert azt gondoljuk, hogy, hogy az a fajta, és most nagyon egyszerűsítő leszek, az a fajta ideális iskolarendszer, amit mi felvállalunk, az nem összeegyeztethető azzal a hatalmi rendszerrel, ami a jelenlegi hatalomnak a, az ideája. Hogy a kettőt nem lehet egyszerre csinálni, tehát játékszabályokon kell változtatni. De akkor mi nem pártot csináltok? Tanítanék pártot? Nem tudom. Ez a De... Tehát mi most igazából a tanítanék? A tanítanék az egy érdekvédelmi mozgalom, egy médiaprojekt, nagyon jó értelme mondom, influencer projekt, Arról szól, hogy legyenek hősei a tanártársadalomnak, akik nem tudom én, hitet adnak, energiát adnak, nem tudom én, perspektívát adnak. De hogy politikailag mi a tanítanék? Öm, ez, töb többször nekhugrottunk már, hogy, hogy megpróbáljuk ezt definiálni. Magunk előtt is, tényleg. Mert egy kicsit minden. Mikor mi? Tehát van, amikor... Igen, felfogható egyfajta érdekképviseletnek vagy érdekképviseleti ö, irányokat felvázoló mozgalomnak. Ö, lett egy brand, tehát hogy azt tudjuk, hogy a tanítanék az van, valamit jelent. Nagyon sokan például azt ö, mondták, hogy, ö, hogy a tanítanék ö, testesíti meg mindazt a nagyon sokféle tiltakozó mozgalmat, vagy szakmai mozgalmat, ami így az oktatáshoz kapcsolódik. És igen, én, én nekem az mindig nagyon fontos volt, meg talán, ebben voltam a legjobb, vagy, vagy, ebben voltam az ügyesebb, hogy, hogy ilyen mintadónak lenni. És most nem azt mondom, hogy én egyedül, hanem hogy olyan eseményeket, meg olyan helyzeteket teremteni, ahol valóban felemelkednek tanári hősök, példát mutatnak, ö, olyan akciókat szervezni, ami, ami egyfajta méltóságot ad a, a szakmánknak. Tehát ugye ez ez is ö, nagyon fontos volt. És hát az elmúlt évben meg ö, ö, személyesen is, meg, meg Azokkal, akik, akik követtek minket, végül is egy, egy nagyon kockázatos ö, útra léptünk ezzel a, ö, ezzel a valódi sztrájkkal, amit polgári engedetlenségnek is szoktak nevezni, ö, aminek így idén aztán következményei is lettek, és nyilván ebben van is felelősségünk. De hogy pontosan mi szerint... szóval azért nem szeretnék most erre, erre válaszolni, mert éppen most is dolgozunk ezen, hogy ezt, hogy ezt kitaláljuk. Mindenképpen most megint van egy olyan időszak, amikor. Lehet, hogy nem örökre kell definiálni magunkat tudod, csak csak az, hogy hogy valahonnan elindulni, mert most biztos, hogy egy picit más ö, időszak következik, mint ez a tavalyi év volt. És Persze. az, hogy ezt ö, értelmesen és fenntarthatóan töltsük ki, ahhoz, meg kell egyeznünk magunkkal abban, hogy mik vagyunk. Fényelcs, tehát én nem számok érni akarlak, hanem csak a saját reflexiómat osztom meg veled, és kíváncsiak, hogy benned ez mit vált ki. Mert nekem 2016-tól kezdve emlékszem arra nagy tüntetése a Kossuth téren, nekem evidensnek tűnt, hogy a tanítaniknak az tud lenni a történeti küldetése, hogy így képes lehet egyesíteni a két tanár szakszervezetet. Ugye két szakszervezet képvisel jelenleg a közoktatásban dolgozókat, az egyiknek nagyon nagy tagsága van, a másiknak kicsike tagsága van de az utóbbi tekintik a menőknek, a nagyobbat a kevésbé menőnek. De hát a nagyobban ott van azért tényleg több tízezer tag, talán százezer tag is. nem um, hiszem, hogy van százezer tag. már valószínűleg nincs. De már valószínűleg nincs. Sincs. De nem tudjuk ezt pontosan. De hát ettől függetlenül azért mégiscsak olyan széles körű elérés van a tanártársadalomhoz, ez sajnos, vagy amivel mennyire jól föltételezem, sajnálatos módon a tanítanék valószínűleg nem rendelkezik. Um, és ez a kérdésem, hogy bennetek fölmerülte e azt, hogy ez ilyen szempontból egy koász projekt, aminek a feladata az kellene, hogy legyen, hogy az egyébként valóban becsontosodott vezetőséget, az egyébként valóban elhasználódott vezetőségi arcokat ö, lecserélje, ezeket a szervezeteket revitalizálja, és egy érdemi szakszervezeti mozgalmat építsen föl a tanártársadalom képviseletére. Igen, ez, a, ez is ö, évek óta és többször visszatérő gondolat. Ö, Te ettől idegenkedsz, azt jól érzem? Igen, még mindig. Elmondod, Azért, mert egyrészt szerintem, és ez most legyen egy kicsi zárójel, szerintem a, a, a szakszervezetek az utóbbi másfél évben elmozdultak abból a holdpontból, amiben, vagy nem tudom, abból a nullpontról, ahol évekig voltak. Tehát, hogy Elég aktívan dolgoztak és próbálkoztak, de zárójelbe bezárva, ez csak azért, hogy ismerjük el azt is, amikor ők ők jól vagy valamit, valamit tesznek. Másrészt viszont ö, vissza kell térnem arra, hogy addig, amíg azok a törvények vonatkoznak a szakszervezetekre, amelyek ö, amelyekben meghatározzák az ő működési kereteiket, addig nem lesznek ütőképesek. Nem lesznek. És amíg egyébként az összes többi szakszervezet, az üzleti szférái és a, és a közszférái, és ezek a nagy szakszervezeti konglomerátumok nem hajlandóak mást tenni, mint hogy néha fölmásznak egy színpadra, és egy szalaggal a nyakukban azt mondják, hogy hajrá. Tehát amíg amíg nem lehet elérni azt, hogy legyen egy valódi, mondjuk tényleges általános strájk, és nyilván ez nem csak a szakszervezetek felelőssége, hanem a, a tradíciók hiánya, tehát ott sincsen egy olyan ütőképes tagság, addig akár egy, akár két pedagógus szakszervezet van, nem fognak tudni olyan erővel fellépni, mint amire, mint amire szükség lenne. Azt nem látom annak a realitását egyelőre, hogy ők egyesüljenek, pedig ez nagyon sokak felől érkező igény, mert tényleg egy kicsit abszurd ez a helyzet, hogy van ez a kettő, akik most már egyébként közös sztrájk bizottságban is vannak, és nyilván egyeztetnek is, amennyire lehet, de én ebben nem látok bele. Tehát én nem, nem vagyok semmelyiknek sem a tagja, sem a tanácsadója, sem a bizalmasa, de hogy ez tényleg egy abszurdum, hogy két, két szakszervezet van, ez sokakat elbizonytalanít egyébként, akik mondjuk gondolkoznának egyfajta belépésen, mert akkor melyikbe, miért egyikbe, miért a másik, stb. De egyelőre én mondom, vissza kell térjek oda, hogy hogy a, a játékszabályokat vagy a kereteket kell megváltoztatni ahhoz, hogy helyzetbe hozhatók legyenek a, a szakszervezetek. Szerintem ez tök oké. Okay. Azt mondod, hogy amíg nincsen általános sztrájk, hogy azért fölteszem, ez nem csak akaratkérdése, tehát Ilyenek a megszervezése, az akkora munka, amit így szerintem elképzelni is nagyon nehéz, és 22 tavaszán pedig volt egy igen nagy szabású sztrájk. Ha jól mondom, akkor talán 40 ezer tanár vett részben, tehát az volt a olyan oktatás, politikai megmozdulás, azt nem érezted egy olyan pillanatnak, amikor lehetett volna egységfrontot képezni? Ezt az egész évet én nem, nem tudom ö, ilyen pillanatokra felbontani. Ez inkább nekem egy olyan, olyan mint hogyha megszületett volna egy politikai pillanat, és, ö, és az valahogy elég kivételes módon elhúzódott volna hosszú hónapokra néhány kis szünettel. Szóval, hogy, ö, És ezen belül... Ö, voltak nyilván ö, kiemelhető ö, létszámú akciók, de, de ami engem jobban érdekel, az az, az a, a hónapokon tartó fen, fenntartottsága ennek a pillanatnak. Tehát a, az, hogy, ö, hogy összességében mindig valahol ilyen búvópatak szerűen, vagy erőteljesebben beleálltak emberek ö, és közösségek a sztrájkokba. Ilyen és olyan ö, formában. Én én inkább ezt látom jelentősnek. Ö, a a sztrájktörvényünk, már a pedagógusokra vonatkozó sztrájktörvény módosítása után, ö, én, és tudom, hogy akkor erre majd biztos a, a szakszervezetek haragosak lesznek, de hogy én, én nem tudtam egyszerűen igazán érvényesként tekinteni a ezeket a különféle kreatív megoldásokkal megsegített, ide-oda ráncigált ö, sztrájkokat. Mert szerintem milerre lett volna a szükség? Hát szerintem... Ö, szerintem arra lett volna szükség, hogy... Ö, hogy amikor valamit úgy hívnak, hogy sztrájk, akkor azt úgy bonyolítsuk le, hogy az egy sztrájk. A sztrájk az... Én, azt, azt nem szeretnék abba, abba a, az újra és újra ismételt követelésbe belemenni, hogy be kellett volna zárni az összes iskolát, miért nem állt bele senki. Ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy ki miért beáll be. De hogyha valamit sztrájknak nevezünk, és valaki sztrájkol, az legyen sztrájk. Tehát, hogy az, az akkor menjen be a munkahelyére, és ne vegye fel a munkát, mert ne bohockodjunk már. Tehát, hogy én, én ezt szerettem volna, ugyanakkor. Én értem, hogy a, a, a törvény azt megkötötte a, a, a szakszervezeteknek a, a kezét. Én azt nem tudom, hogy mi lett volna, akkor Akkor mi lett volna, hogyha ők mégis beleállnak egy, egy ilyen erőteljesebb sztrájkba. De a törvény kötött meg megszinte igazán a kezüket, vagy a tagság, tehát hogy az arra is gondolok, hogy, hogy nyilván nagyon. Ne, tehát, hogy. nyilván. Kormány és az államhatalom is mindent megtesz azért, hogy kiátsza ezeket a helyzeteket. De hát nyilván a tagság is egy olyan kérdéskör, amit nem lehet negligálni. Nem lehet azt mondani, hogy a tagság akaratával szembe menve lehet olyan követeléseket megfogalmazni, ami mögé egyszerűen nem lehet többséget építeni, még akkor sem, hogyha az a követelés nyilvánvalóan akár az ő érdeküket is szolgálná. De ugye pont a magyar Bálintnál kritizáltad ezt a típusú, hogy is nevezted, voluntarista? Megközelítésmódot, hogy bár szimpatikus volt az, hogy milyen típusú reformokat akartak létrehozni, de nem volt beépítve az, hogy egyébként ezzel tud-e azonosulni a tanártársadalomban, vagy sem. És hogy nyilván a szakszervezeteknél fölteszem, én nem beszéltem velük, de ez a megfejtésem az is szempontot játszik, hogy milyen követelés mögé tudják beállítani. A tanártársam többségét, mert ha nem tudják, akkor az egy nagyon súlyos helyzet lesz, hogy elveszítik a bázisukat, igazából a legitimációjukat. Én szerintem a, a tavalyi évnek, és hát azóta is ezek megvannak ezek a követelések, a követelései mögé a, a, a ta, ta, tanári vagy pedagógus társadalom nagy része felsorakozott. Tehát ezek elfogadhatóak voltak. Ugye a szakszervezeti köz, követelésekről beszélek most. Külön, amelyek leginkább a munkaterhelésre, illetve a munkabérekre vonatkoztak, mind a pedagógusok, mind a pedagógiai munkát segítő és technikai dolgozók számára. Én szerintem ezek minimum követelések voltak, és ezek mögé nagyon sokan beálltak, és szerintem a, a sztrájkokban és polgári engedetlenségben és mindenféle egyéb, különféle ö, tiltakozási formákban rengeteg olyan ö, pedagógus vett részt, aki egyébként nem szakszervezeti tag. Tehát, hogy itt most azért volt egy összeállása a, a pedagógus társadalomnak, és hát van egy nagy része a, a, ugyanennek a társadalomnak, aki bár egyetért esetleg ezekkel a követelésekkel, de nem moccan meg különféle megfontolások miatt, vagy azért, mert már csak másfél éve van a nyugdíjig, és már nem érdekli, már csak túl akar élni, vagy azért, mert más miatt indiferens, vagy azért, mert fél, vagy félt valakit, különféle kitettségi helyzetekben dolgoznak ö, emberek. De ezek akceptálható félelmek, nem? Igen, igen. Igen. Én ezért, ezért nem szeretem, amikor, amikor ezt kapjuk meg, hogy, hogy milyen gyávák a tanárok, és hogyha ha beleálltak volna, és ha egy hétig ezt vagy azt csinálták volna. Hát persze, mert ezt általában a felső középosztály szokta megfogalmazni, aki a saját osztályhelyzetéből indul ki, és pontosan tudja, hogy ha mondjuk ő elveszteni az állását, feltétlenül tudná magát értékesíteni bármely másik munkaterületen. Na most magyarázd el egy akár csak a budapesti agglomerációban élő középtelepülésen oktató tanárember számára, ahol eleve is egyébként iszonyatos munkanélküliség van, hosszan sorolhatnánk a problémákat. Igen, ez az egyik, hogy, hogy hogy az ilyen kritikákat megfogalmazók tényleg nem, nem elég empatikusak, és nem néznek rá különböző élethelyzetekre, ahonnan jönnek pedagógusok. A másik pedig magának a pályának a, az egyik legfontosabb jellemzője, hogy hogy mi nem munkadarabokkal dolgozunk, hanem, vagy hát mondhatjuk munkadarabnak, de azok gyerekek, meg fiatalok, élő emberek is. Még ha felfogjuk is, hogy, hogy hosszú távon az ő érdekük is az lenne, hogy mi jobb körülmények között dolgozzunk, és hogy jobb legyen az iskola, és a többi, és a többi, tudjuk, hogy hosszú távon ez az absztrakt gyereknek az érdeke, de mi nem az absztrakt gyerekkel dolgozunk, hanem azzal a konkréttal, akihez be kell menni, akiről tudom, hogy nyelvvizsgára készül, aki a fecskebetűt rajzolgatja, nem tudom. Tehát, hogy nagyon nehéz ö, ebből kilépni, és azt mondani, hogy az ügy fontosabb, mint a, a konkrét gyerek. Hm. Vagy azt mondani, hogy az abstrakt gyerek, a jövő gyereke, az országunk jelen, jelene és jövője, a gyermekünk jövője, hogy az fontosabb, mint a konkrét, ö, konkrét gyerek. Mi nem egy politikus kata? Tehát azért föltételezem, hogy az elmúlt 6-7 évben a Fideszen kívül kvázi mindegyik párt valószínűleg megkeresett téged mi hazánk, nem, de lehet, hogy ők is. Tehát, hogy, 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 hogy gondolom, hogy kaptál ajánlatokat. Én nem emlékszem ilyen konkrét ajánlatokra egyébként. Wow, állj meg egy pillanatra, mi? Tehát hogy ellenzéki párt nem ment oda hozzá, hogy tőle kata, hát gratulálunk az eddigi teljesítményhez. Nem akarja ezt esetleg a mi oktatáspolitikai szakértőnként folytatni a parlamentben? Nem. Behívtak szakértőként ö, több helyre is, meg dolgoztam is együtt ö, politikai pártokkal, például a 2018-as választás előtt, ö, de most ezen gondolkozom, de én nem kerestek meg, hogy, hogy legyek mondjuk képviselőjelölt, vagy ilyesmi. Elgondolkodtál volna? Biztos elgondolkodtam volna, és valószínűleg nemet mondtam volna. De nem abstart nem? Hanem, ez Nem, egy hanem hanem egy tárgya. Igen, én, én, én nekem szükségem lenne, ha már, ö, akkor szükségem lenne egy olyan pártra, a, amelynek a, úgy az értékrendjét igazán közelének érzem magamra, magamhoz. Ö, most az van, hogy, hogy nagyon sok pártban egyrészt vannak szimpatikus politikusok, Akikkel egyébként jó volt adott esetben együtt dolgozni, vagy akiknek a fellépését esetlegesen pozitívan ítélem meg, és vannak esetleg hozzám közel álló értékek, de nincs egyelőre egy olyan párt, ami, ami úgy rám lenne szabva, vagy ami, amihez én hasonlítanék eléggé. Üm, és, és jelenleg a pártok nagy részét is a tevékenységük nagy részét is meglehetősen kritikusan szemlélem. úgyhogy igen, csak azért, hogy bekerüljek a, a parlamentbe, csak azért nyilván nem, nem, mennék el egy párthoz, amelyikkel nem értek egyet. Tehát, hogy ez ugyanakkor, hát azt meg be kell látni, hogy, hogy egyelőre, egy olyan rendszerben élünk, ahol, ahol képviseleti demokrácia van, és valahogy a pártoknak kéne ezt a képviseletet a, a, a parlamenten belül működtetni és megoldani. Tehát jó lenne, hogyha lenne egy-két ütőképes ellenzéki párt, és azok, azok valamit tudnának tenni. Hát de hogy lesznek, hogyha egyébként a legbizonyítottabb civilek is? bizonyos szempontból egyébként távolságot tartnak tőlük. Tehát csak arra vagyok kíváncsi, hogy most ugye március 15 -e előtt vagyunk, és nekem ilyen nagyon 2010 vábjaim vannak azzal kapcsolatban, hogy láttam már a civil utcát az Andrási úton, ami nyilván így ilyen tök fontos kezdeményezés, tök helyeselhető egy csomó szempontból, de 2023 Magyarország, amikor azt lehet látni, hogy akkora győzelmet aratott a kormányzó párt, mint az eddigi uralkodás alatt soha, amikor az önkormányzatokban a mozgástér egyre jobban szűkül, és láthatóan politizálni is nagyon akar az ellenzék, akkor ezt én egy ilyen nagyon erős visszalépésnek élem meg, még ahhoz a fejleményekhez képest is, ahol mondjuk 2019-ben, 2020-ban volt az anti világ. Ez a kicsit ilyen műveljük a saját kertjeinket, legyünk meg magunk között, és becsüljük azt, amivel rendelkezünk, és ne engedjünk a 48-ból. Miközben egyébként tart az a típusú országlás és hatalomgyakorlás, aminek az elviselhetetlenségét hát nap mint nap példázzák a különböző szervezetek külön-külön. De a válasz erre nem azt hogy akkor valamilyen módon az ellenhatalmat kell megépíteni, hanem egyfajta morális, hogy mondjam én, tartást fölmutatni, mint az ellenállás egyik lehetséges módozatát ezzel a hatalommal szemben, miközben arról elég egyértelműen bebizonyosodott szintén az elmúlt 12-13 évben, hogy ez maximum léleksimogatásra alkalmas, de ellenhatalom nem épül belőle. Igen, ez valószínűleg így van, ugyanakkor akkor most megint vissza kell mennem a, a 2015-16-os időszakra, hogy miért is kezdtem el ezt csinálni, tehát nekem azért ez elsősorban lelkiismereti kérdés, és ebből nem nagyon tudok kilépni. Tehát... Igen, lehet, hogy nem fogom tudni fölépíteni az ellenhatalmat, és lehet, hogy nem is én vagyok erre a, a, a hivatott. Az viszont, hogy, hogy bizonyos morális tartással, bizonyos értékek mellett kiálljak, az azt nem tudom nem megtenni. És igen, vagyunk ezzel így egy jó páran. Én, én azt gondolom egyébként, hogy a, a, a tavalyi év az olyan szempontból nagyon érdekes volt, hogy végül is egy civil ö, mozgalom, és ide nem csak a tanítanékot értem, hanem a, az egész az oktatásban ö, el, mozgolódó ö, többi ö, szervezetet is, hogy egy civil Mozgalom mutatta meg, hogy hogy kéne ö, a kereteken kívül helyezkedni, és hogy ö, hogy, ö, hogy, hogy lehet elutasítani a, a teljesen méltatlan és igazságtalan játékszabályokat. Ö, nem tudom, hogy bízhatom-e abban, vagy bízhatunk-e abban, hogy ez valamiféle mintaként tud szolgálni egyébként politikai pártoknak is, akiknek szerintem szintén a játéktéren kívülre kéne valamilyen módon erőteljesebben helyezni magukat, mert így csak erősítik azt a rendszert, amit itt fölépített az Orbáni hatalom most már több mint tíz év alatt. De ha mondjuk az a megkeresés jönne hogy van egy ellenzéki együttállás. A tanítanékra szükség van, tök jó a rendetek, nagyon sokakat meg tudtok mozgatni, láthatóan, hogyha ti szólítjátok meg az embereket, akkor titeket nem köpnek szemen úgy, mint az ellenzéki pártokat. Nyilván az utóbbiak elég sokat tettek is azért, hogy viselkedjenek velük, tehát nem kritizálni akarom azokat, akik így tesznek, mert szerintem mindenfajta frusztráció és kiábrándultság teljességgel igazolt, de mégis nyilvánvalóan nincsen más út, mint az, hogy akkor mégis valamilyen fajta együttállásban kihívóként fölállni ezzel a hatalommal szemben. Szóval, hogyha ebben érkezne ö, fölhívás hozzátok, te vállalnál szerepet egy ilyen ellenzéki mozgalom, párt, tömörülés valamelyik szintjén? Nem tudok erre válaszolni. Valamilyen szerepet már most is vállalok, szerintem. Öm... De arcodat adni és vállalni azt, hogy én egyike vagyok ezen közösség tagjainak, vállalom a közösség egészé által hozott döntéseket, és akár konfliktusokban is megvédem ezt az álláspontot, mert fontos az, hogy leváltsuk ezt a hatalmat. Ilyesmire készen érzed magadat? Ilyesmiket, ilyesmiket csinálok és csináltam. Ö az, hogy ez egy másik formációban vagy egy másik ö, entitásban ö, valósuljon meg, ahhoz nekem kell látnom azt az entitást. Okay. 23 év után ugtak ki, az majdnem negyed évszázad. Ha valaki ennyi időt tölt el egy munkahelyen, akkor nyilvánvalóan az a munkahely is picit hasonul hozzá. Tehát kialakulhatnak ilyen mikrotörténetek, hogy nem tudom én, 10 évvel ezelőtt még ott ültem most már itt ülök, de egyébként amikor beléptem az ajtón, még Amazon a asztalon ültem, um, megvannak a régi naplók, amiket 20 éven keresztül irogattam tele, ma már ugye elektronikus naplót kell vezetni, átérted azt, hogy nem tudom, lecserélik a táblákat, és korábban még krétával értetek, lehet, hogy most már nem kréta. Tehát, hogy olyan mikrotörténetek sokasága, amit így egyik pillanatról a másikra elveszteni, az így egy alapvető identitáskrízis. Hogyan küzdesz meg vele? Um, elég nehezen. Um, nagyon érdekes, mert uh, a, a múltkor egy tabló fotózásra be kellett mennem az iskolába, és ugye, amikor kirúgtak, akkor még egy párszor be kellett mennünk, hiszen össze kellett pakolni, meg, meg ilyen dolgok. És akkor még úgy örömmel mentem be annak ellenére, hogy. Uh, hogy sokszor találkoztam síró gyerekekkel, meg, meg félrenéző kollégákkal, tehát hogy ezek nem egyszerű helyzetek, és most először volt az, hogy nagyon rossz érzés volt bemenni. Valahogy azt éreztem, hogy, hogy ezt most nehéz elviselni, hogy hogy ilyen külsősként kell oda, oda belépnem, és akkor ehhez még hozzájárulnak ilyen pici, apró dolgok, hogy, hogy például az én helyemet még nem foglalta el senki. Tehát ott... A, az iskolai barátnőm mellett az én székem, az, azon nem ül senki. Ez egy érdekes, és számomra egyébként fontos vagy ilyen megrendítő ö, dolog. Ö, nem tudtam eléggé ö, elmerülni sem az önsajnálatban, sem a gyászmunkában, mert nagyon sok dolgom volt, miután miután kirúgtak, de de most egy pár hete érzem azt, hogy ö, ö, hogy meg vagyok viselődve. Egyrészt van egy ritmusvesztettség az életemben, tehát, hogy, hogy na, nagyon nehéz ö, valóban 23 évnyi órarendhez kötöttség után ö, egy teljesen más életszervezésben élni. Ö, ezt is érzem, azt hiszem, hogy leginkább érzelmileg hiányzik az, hogy a, hogy a tanítványaimmal nem tudok dolgozni, tehát nem, nem kifejezetten a szakmai munka része hiányzik, van szakmai munkám elég, az, hogy most nem taníthatom meg ezt vagy azt az ideidőt olyan fancy módon, ahogy csak én tudom, <laughs> az nem hiányzik. Azok a, azok a pillanatok hiányoznak, amely, amely, amiket ezekkel a gyerekekkel és fiatal felnőttekkel, azért én ott nap mint nap megéltem. Az is, úgy néha eszembe jut, hogy, hogy milyen érzés volt bemenni egy-egy új csoporthoz, mert én ott is rettenetesen izgultam mindig, és, és nagyon féltem, amikor el kellett kezdenem egy, egy csoporttal dolgozni, hogy hogy, hogy, hogy hogy fog ez megtörténni. Tehát, hogy ez az állandó, furcsa készültség, ami egyszerre odafigyelés, másfelől pedig egy folyamatos szereplés, egyfajta színház, ezek, ezek nagyon hiányoznak. És, és hát olyan, olyan nagyon sok, gyakorlatilag a mindennapokban ilyen elhanyagolhatónak tűnő, meg gyorsan el is felejthető pillanat van, ami azért, azért olyan nagyon-nagyon megható ezekkel a, ezekkel a, fiatalokkal. Tehát, hogy ez nagyon hiányzik. Szabad kérdezni személyeset? Nagyon keveset lehet tudni a magánéletedről. A két gyerekről beszéltél már máshol is. De hogy van hátországod? Tehát amikor ezt az egész történetet, és az nem csak a kirúgásra be, gondolok, tehát azért hét évet, így vagy úgy kisebb megszakításokat, de mégis azért alapvetően a frontvonalban eltölteni a nyilvánosságban, az pusztító. Nagyon támogató családom van, igen. Ö, élettársal együtt. Élettársa együtt. Ö, és akkor vannak persze ilyen nehézségek is. Például a, a, azt látom, hogy a szüleim azok sokkal inkább aggódnak és féltenek, mintsem hogy támogatnának. Tehát, hogy ő, ő bennük ez a, a, az erősebb, és ezt néha nehéz elviselni. Ö, volt olyan. Ingen, ö, a, az aggódásom inkább problémát is megoldandó, kezelendő helyzetet jelent, semmit. Igen. Támogatást, igen. Volt olyan időszak is, főleg a tanítanék elindulásának kezdetén, amikor a, a fiam kiskamasz volt, és ő, ő nagyon utálta hogy én hirtelen ismert lettem, és hogy én látszódom, és... Miért? Mert őt az nagyon zavarta. Oda mentek hozzátok, igen, és mondták, és, hogy és Katalin maga nagyon jó, és köszönjük szépen, hogy csinálja. Meg, meg, hogy mit tudom én, az iskolában is mondták neki, hogy jaj, láttam anyukádat a tévében. Tehát, hogy... Miért? Az lehet menő dolog is akár. Ő ezt nem menőnek érte meg, hanem hanem őt nagyon zavarta akkor. Ez elmúlt, tehát, hogy ezt, ezt rendeztük, de én én nekem az egy folyamatos furdalás azóta is, hogy én akkor, ő, pedig ő konkrétan megkért rá, hogy hagyjam abba. És én ezt nem hagytam abba. És, wow, bocsáss, uh, meg ezt meg lehet kérdezni, hogy egy ilyen De Teljesen egyszerűen. Mama ne csináld már ezt. Tehát vagy, vagy valami ilyesmit. Tehát, hogy nagyon egyszerűen és nagyon egyértelműen kifejezte, hogy ez neki rossz. Volt 13-14 éves. És. Uh, és az nekem például azóta is egy, egy igen, egy lelkismeret-furdalás, hogy hogy talán abban az utolsó pillanatban, amikor még a gyerekkor és a fiatalkor határán ő neki nagyon nagy szüksége lett volna rám, akkor én hirtelen nagyon keveset voltam otthon, és ráadásul olyat csináltam, amit ő nem akart, hogy csináljak, ami neki kényelmetlen volt. Ez, ez például nagyon nehéz. De a mostani pillanatban azt tudom mondani, hogy, 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 alapvetően figyelmet és támogatást kapok tőlük, jelenlétet is, és, és, igen, tehát abban, amikor azt mondod, hogy ez pusztító, ez a fajta kitettség, amiben, amiben nyilván nem csak én, hanem bárki, aki ilyen módon a köztérben aktivistaként működik, ez, hogy ez pusztító, ebben igazad van, és, és ennek a, az átvészeléséhez, vagy a túléléséhez, vagy az, hogy így mentálisan az ember így megtartsa a, az erejét, meg az egészségét, ehhez kell egyrészt a, ez a családi támogatás, másrészt a, a nagyon fontos barátok, és harmad rész pedig az, hogy én egy pár évvel még a, a tanítanék kezdete előtt kerestem magamnak egy olyan tevékenységet, ami, ami feltöltés nagyon szeretem, az, hogy én járok kórusba énekelni, az is ö, ebben segít, hogy. Hogy ne ne zuhanjak össze folyamatosan, vagy nem maradjak ott, amikor összezuhantam, akkor föl tudjak élni. Énekelsz. Aha. Miket énekelsz? Hát ez egy, ez egy pici kórus, ahol én egyébként a tenorszólamban szólamban énekelek, mert elég kevés fiú énekel nálunk, ők so, akkor ők a basszusban vannak, és mivel nem vagyunk nagyon profik, tehát nem egy ilyen King kell elképzelni, inkább a jelenlétünk jelen és a performatív készségeink erősek, úgyhogy sok ilyen színház és kórus ö, határmesdjén levő dolgot csináltunk, ö, színházakban is dolgoztunk, tüntetéseken is énekeltünk, és, ö, és saját ilyen performatív darabokat is létrehoztunk, és abban kortás, kor, kórus technikákat is ö, alkalmazunk, de énekeltünk klasszikus műveket is, kortásat is. Tehát, hogy elég, elég vegyeset. Ö, hát most, most az a nehéz a kórussal, hogy azért a COVID ö, az a kórust is egy kicsit megtépázta, szétzilálta, mint ahogy minden ilyen kis közösséget, de most igyekszünk újra felépíteni. Az élettársadról szabad tudni bármit is? Ő szociológus. Szociológus és uh, szegénység uh, kutatással uh, és romákkal foglalkozott hosszasan. Ez, ez és hogy a, viszonyul ez az, ez az egész történethez, amivel vele csöppentél? Ő nagyon, végig nagyon támogató volt. Um, néha kritikus, de hogy ezt a szónak a jó értelmében teszi, hogyha mondjuk írok valamit, vagy egy-egy vagy, vagy nyilatkozatban úgy érzi, hogy valami nem jött úgy ki, akkor azt szóvá szokta tenni. És azokban az időszakokban, amikor, amikor én tényleg nagyon keveset voltam otthon, vagy nagyon, nagyon elfoglalt voltam, akkor szépen vitte a, a hátországot a hátán. Lassan a végéhez közeledve igazából, ami engem nagyon érdekelne még, hogy azon szoktál -e gondolkozni, és igen, akkor milyen válaszod van arra, hogy ugye az egy kérdés, hogy hogy fog véget érni ez a hatalom, amikor majd véget ér, hogy mikor azt a jó ég tudja megmondani, de hogy rendben van, mondjuk azt, hogy egy kevésbé autoriter hatalomgyakorlás korszak a következik be az országban, és mondjuk nyitott egy szakmapolitikai egyeztetés arra vonatkozó, a közoktatás rendszerét hogyan alakítsátok át, hogyan alakítsa át a társadalom. Na most innentől kezdve ez egy iszonyatosan nehéz helyzet lesz, mert hogy azok a kulturális minták, meg azok a személyek, meg azok a szervezetek, amelyek jelenleg is a magyar nyilvánosságot alakítják, azok velünk lesznek, tehát azok nem fognak megváltozni egyik pillanatról a másikra. Nagyjából ugyanabból lehet majd főzni, mint amiben most lehet majd főzni, és kérdés az, hogy van-e elég, nem tudom, szervezettség, kiérlelt koncepció, társadalmi egyetértés abban, hogy akkor igazából milyen irányba is kellene elindítani az oktatás ügyét. Te magad szoktál azon gondolkozni, hogy erre hogyan lehetne jól készülni? Szoktál azon gondolkozni, hogy neked magadnak egyébként ebben milyen szerepe lehetne? Ö, szerintem koncepció ö, és szakmai anyagok ö, azok rendelkezésre állnak. Van egy csomó nyilván, ahogy halad az idő, ezeket mindig aktualizálni kell de, de van ezek megvannak. az irányok is megvannak, szerintem egy nagyon erős egyrészt egy nagyon erős politikai akarat kéne, ahhoz, hogy bizonyos kereteket lefektessen az oktatáspolitikában. És hát utána pedig iszonyatos türelem, amit mondasz. Iszonyatos türelemre van szükség, mert mindent csak nagyon lassan lehet bevezetni, az eredmények azok még lassabban jönnek, meg még később látszanak meg. Nyilván minden mindennel összefügg, és a, addig, amíg, amíg. Nem lehet azt megteremteni, hogy, 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 a fiatalok szívesen és jól képzetten jöjjenek be ebbe a rendszerbe, addig nem is fogad nagyon meg, megújulni. Tényleg ne a 62 évesektől várjuk el, hogy, hogy egyik pillanatról a másikra mindent megváltoztassanak. Ez egy folyamatos összehangolt és egymásra egy ható ö, fejlődés kell, hoz, kell, hogy legyen, ahogy jönnek be a fiatalok, ahogy találkoznak a, az idősebbeknek a, a tapasztalataival, és ezt az egészet támogatja egy, ö, egy oktatáspolitikai közeg és, és, ö, és irány. Tehát, hogy ennek én nem vagyok szakértője, de hogyha mondjuk meghallgatja az ember Radó Pétert, akkor utána a tenyerébe temetheti az arcát, hogy hát déd majd nagymama leszek, mire uh, itt ebből bármi látszódni fog, ha most elkezdjük, és még mindig nem kezdtük el, még mindig megyünk visszafele. Hogy én nekem ebbe lehet-e uh, bármilyen szerepem, amit, amit most bizton állíthatok, és ez a mostani pillanatnak az állítása, hogy, hogy azt gondolom, hogy egy olyan fajta szervezetnek, mint a tanítanék, valamiféle civil kontroll szerepe az maradhat, és fontos is, hogy maradjon, hogy ezen túl ö, más, ö, más szerepet akár én, akár a tanítanék többi ö, képviselője, vállal -e, az, az attól a helyzettől fog függeni. Tehát, mm. hogy nem, azt, azt, azt ebben a pillanatban nem tudom megmondani. Én szeretnék egyébként ö, például azért még, még egyszer-kétszer egy-két évig, nem tudom, valamikor tanítani. Tehát, hogy van egy-két... Van, van egy-két ö, olyan... Ö, projekt a fejemben, vagy, 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 olyan régi dolog, amit megvalósítottam, amit még szeretnék még egyszer, vagy hasonlót megélni, végig csinálni, Igen. És akkor abszolút zárásként tudom, hogy ez egy méltánytalan kérés, így beéneklés nélkül, de van esetleg egy olyan dal, amit elénekelnél a hallgatók kedvéért? Amit különösen szeretsz, és azt gondolod, hogy van olyan jelentése, ami ide kívánkozik ebbe a beszélgetésbe? Hát van például egy népdal, amit nagyon szeretek, azt szívesen eléneklem, de hát olyan lesz, amilyen. Biztos vagyok benne, hogy olyan lesz, és köszönöm szépen, hogy vállalod. Én vagyok az, aki nem jó, fellegajtó, simogató. Nyitogatom a felleget, a felleget. Sírok alatt a eleget, ha te, ha. Nem tudom a, nem tudom, a többi verszaknak a szövegét biztosan, úgyhogy itt most le is állnék. Törlej, Kata. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a megkívásomat, és itt voltál velem ebben a két órában. Én köszönöm. Köszönöm szépen a beszélgetést veled. Szépen. Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmeteket, ez volt a készületlenül podcast ötödik adása. Ha szeretnétek rögtön a publikálásakor meghallgatni a következő adásokat, akkor mindenképpen fizessetek elő a Partizánra a Patreon felületünkön keresztül, hiszen elsőként ezt mindig a patronálóink számára tesszük hozzáférhetővé, és kéthetes eltéréssel vagy kéthetes csúsztatással kerül végül ki mindenki számára szabadon elérhetővé az összes többi podcast platformunkon. Mindenképpen iratkozzatok fel ezekre a podcast csatornákra, hogy a következő tartalmakról is értesüljetek, kövessetek bennünket YouTube-on, Instagramon, TikTokon és minden egyéb social média felületen, hiszen mindegyiken jelen vagyunk, és változatos tartalmakkal szolgálunk ezeken a csatornákon keresztül is. Ha megtehetitek, kérlek, hogy szálljatok be a finanszírozásunkba a leírásban található linken keresztül, illetve a lehetőséget ebben akkor kérlek, hogy ajánljátok föl nekünk az adó 1%-otokat, hiszen időnktől kezdődően már mi is gyűjthetjük ezeket az 1 okat Ez egy rendkívül fontos és alapvetően kihasználatlan forrás lehetőség. Szeretnénk, hogyha minél többen állnátok mellénk, és segítenétek ezzel is a működésünket. Ha szeretnétek nekünk adni az 1%-otokat, akkor az ehhez szükséges minden információt Megtaláltuk a leírásban, de egyébként a NAV a Partizán rendszerkritikus tartalom előállításért alapítvány keressétek, és azon keresztül akkor meg bennünket találni. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket. Én Gulyás Márton voltam, hamarosan találkozunk, addig is ciao.